További 5 óvoda kapott most ősszel új óvisportpályát. Ezzel 16-ra növekedett azon intézmények száma itt a kerületben, amelyekben megtalálható ez a több funkciós kis sportpálya. Magyarországon minden 8. ilyen létesítmény Pesszent Lőrinc Pesszent Imrén épült meg a program indulása óta. Nagyon fontos dolog ez, hogy minél kisebb korban elkezdjenek mozogni a gyerekeink, ne csak focizzanak, ugye ez a pálya mutatja, hogy nagyon sok sportágat lehet űzni benne, de a legfontosabb az, hogy szeressék meg a mozgást, legyenek egészségesek, és a szülők pedig azt lássák, hogy modern korszerű körülmények között vannak a gyerekeik, az óvodában bent is, és kin az új focipályán egyaránt. 2017-ben a Mocorgó, az Eszterlánc, a Bóbita, a Napraforgó és a Csemete óvoda kapott óvisportpályát. Míg a Robogó óvoda vezetője jelezte, jövőre ők is szeretnének egy ilyet. Léva István Zoltán alpolgármester megígérte, a 2018-as költségvetés tervezésekor ezt figyelembe veszik. Egy ilyen pálya megépítéséhez az önkormányzatnak 3 millió forintot kell biztosítania. A költségek többi részét az Ovifoci Alapítvány teszi hozzá. Az az óvoda, amelyik elindul egy ilyen programba, nem csak pályát kap az alapítványtól, hanem részletes edzésprogramokat, valamint az óvónők részére egyedi edzői kurzusokat is tartanak az alapítvány szakemberei.